Köszöntöm nézőinket, önök Telena magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Utak, közétkeztetés, menekültellátás, rendkívüli ülés, szamárköhögés, dr. Barna Györgyi háziorvos számolt be a tudnivalókról, magháztábor, szórakoztató közösségi élmények és hasznos időtöltés. A város önkormányzata rendkívüli ülést hívott össze képviselőtestületének augusztus 8-ára. A napi rendi pontok során szó esett az utak állapotáról, közétkeztetésről és menekültellátásról is. Ápel Szofer Ágnes, a város polgármestere adott tájékoztatást az ülés eredményeiről és döntéseikről. Októberig vezeti még a települést, de a leköszönőben lévő polgármester addig sem tétlenkedik. Várja már a pihenést, amit elmondása szerint többségében aktívan szeretne majd eltölteni, de addig is sok még a feladat és a lezáratlan projekt. Rendkívüli ülést kellett összehívni, mert több halaszthatatlan döntést kellett meghozni a képviselőtestületnek. Eredményt hirdettünk a közétkeztetéses közbeszerzési eljárásunkban. Ez pontosan azt jelenti, hogy némileg változott a korábbi, vagy a jelenlegi közétkeztető. Ugye hosszú évtizedekig az Alimentál Kft. Volt a közszolgáltató, illetve a szolgáltató, és ő volt az, aki a közétkeztetést biztosította a város óvodáiban, iskoláiban. Két évvel ezelőtt szabály szerint közbeszerzési felhívást kellett megjelentetnünk, és egy eljárást kellett lefolytatnunk, és egy konzorcium nyerte, a Food Like és az Étrend, tehát ők voltak azok a Kft.-k, akik, vagy gazdasági szervezetek, akik a közétkeztetést biztosították a városban. Ez a két éves szerződés lejárt, és új eljárást kellett lefolytatnunk, és ennek némi meglepetést okozott, de nagy örömünkre visszakerült részben a Tolnai Alimentál Kft.-t. A Széchenyi iskolában ők fogják az ebédet főzni a gyerekeknek, és ott is fognak étkezni a Kossuth Lajos utcában, a korábbi helyükön. A többinél pedig a korábbi konzorcium egyik tagja, a Food Like Kft. Lesz, aki az ebédet biztosítja. Tehát a bölcsödében, az óvodákban és a Vosinszki iskolában ők lesznek azok, akik biztosítják az étkezést. A térítési díjakban minimális változás lett. Ott, ahol a Food Like szolgáltat, ott nem történik változás, tehát ott marad a korábbi térítési díj. És a Széchenyi iskolában néhány forinttal változik, de így a legjobb ajánlatot adó Alimentál Kft. 8 forinttal változik a térítési díj, tehát magasabb lesz a normál étkezésé, és némileg alacsonyabb a diétás étkezésé. A térítési díjak azok mindig a szolgáltató által megállapított és általunk elfogadott nyersanyag normának a bruttó értéke, tehát a gyermekvédelmi törvény szabályozza azt, hogy kell megállapítani az önkormányzatnak a térítési díjakat. Tehát ezeket a térítési díjakat emeltük be a rendeletbe, illetve kikerült az idősek otthona, hiszen ez év július 1-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vette át az idősek otthona működtetését, és oda a térítési díj megállapítása okafogyottá vált, tehát ők döntenek a térítési díjról. Az utakon szinte mindig van mit javítani, minden településen a folyamatos használat miatt. Tolnán is állandó karbantartást igényelnek a járdák és az autóutak is. A város igyekszik mindig szem előtt tartani a hibákat, kátyúkat, hogy a helyiek közlekedése gördülékenyebb, biztonságosabb és komfortosabb legyen. Mint sok másban, ebben is meghatározó szerepe van az anyagi forrásoknak, de az önkormányzatnak vannak jövőbeli terveik és kezdeményezéseik azért, hogy minél több javítás, építés, karbantartás valósuljon meg a városban. Mindenképpen azokat a balesetveszélyes és nagyon sürgősen megjavítandó úthibák kijavítására biztosítottunk mintegy 5 millió forint fedezetet. Ugye évelején az önkormányzat mindig, amikor közszolgáltatási szerződést köt a Telena Kft.-vel, ami az önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, akkor döntünk egy keretösszegről, úgy, ami járdák építésére és úthibák javítására szolgál. Ez a keretösszeg sajnálatos módon elfogyott,
és még maradtak olyan kátyúk, amiket nagyon sürgősen ki kell javítani, úgyhogy most ügyvezető igazgató úr és a műszaki osztály kérésére biztosítunk plusz forrást, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk javítani, de felhívnám a lakosok figyelmét arra, hogy pályázataink bent vannak, tehát utat fogunk építeni és felújítani a jövőben, remélem, hogy a közeli jövőben, és itt most csupán kátyúzásról és nem útfelújításról beszélünk. Míg 2022-ben tört ki az orosz-ukrán háború, ami azóta is folyik a szomszédos országban. A nehéz helyzetben lévő családoknak, ahogy a város aktuális helyzete engedi, azóta is segítséget nyújtanak. Jelenleg is akad egy család, akik igénylik a település támogatását összetett, nehéz helyzetük miatt. Az önkormányzatnak az az álláspontja, hogy ahogyan a kezdetektől is, úgy a jövőben is segíteni fogja azokat az embereket, akiknek arra szükségük van, képességeik és forrásaik szerint. Korábban, még az ukrán-orosz háború kitörésekor menekültek érkeztek a városba, és akkor biztosítottunk lakhatást az ő részükre. Aztán visszamentek, néhány hónap múlva ők visszatértek Ukrajnába, és most az egyik család, akinek a fia a napokban töltötte be a 18. életévét, azt kérte, hogy hadd jöjjön vissza néhány hónapra, mert a 18 éves fiú, ahogy betölti a 18. életévét, hat kötelezetté válik, tehát gyakorlatilag bármikor a frontra vezényelhetik. Ez a fiú egy egyetemista egyébként, magyar nyelvet nem beszéli, de én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak mindenképpen segítenie kell minden bajba jutott emberen. Úgyhogy most egy garzonlakást, egy egyszobás lakásról beszélünk itt a Bajcsirinszki utcában. Már most is ott lakik, korábban döntöttünk arról, hogy egy hónapra biztosítjuk ezt a lehetőséget a számára. Most a testület úgy döntött, hogy ez év végéig. Aztán reméljük, hogy rendeződnek az ő dolga is, és nagyon sajnálatos, hogy ilyen módon kell segítenünk, de azt gondolom, hogy más nem tehetünk. Nyilván segítünk azokon, akik bajba kerültek, hiszen ő azért ne felejtsük el, hogy egy alig-alig 18 éves fiatal ember, aki hát mindenképpen többet érdemel annál, mint hogy golyófogó legyen egy háborúban. Korábban döntött a képviselőtestület arról, hogy pályázatot kíván benyújtani, és ezt be is nyújtotta, csapadékvíz elvezetésre, és ehhez kellett egy integrált integrált vízgazdálkodási terv, tehát ennek az egyik alapja lesz, és mi nyertünk 80 millió forintot korábban arra, hogy bizonyos dokumentumokat, például ezt is el tudjuk készíteni, úgyhogy ez a dokumentum elkészült, de tekintettel arra, hogy ezeket engedélyeztetni kellett és jóvá hagyatni, a végső döntésről most született, vagy a végső elfogadásról most született döntés. Én nagyon bízom abban, hogy a jövőben nem csak dokumentumokat, hanem árkokat és utakat is tud majd az önkormányzat építeni, de annak, hogy fejleszteni tudjunk, annak mindenképpen alapja kell, hogy legyen, és alapja is. A megalapozott döntésnek alapja a papír, a tervek, a jelenlegi állapotnak a felmérése és a megoldandó problémáknak problémák megoldásának a lehetőségei, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez egy igazán hasznos dokumentum lesz. Ezt fogadta most el a képviselőtestület. Legközelebb szeptemberben ül majd össze Tolnaváros önkormányzata egy testületi ülés keretében, még Appelsoffer Ágnessel. Csak úgy, mint egész Európában, Magyarországon is egyre nő a szamár köhögéses esetek száma. Mik a legfontosabb tudnivalók a betegséggel kapcsolatban, és vajon beszélhetünk-e járványról? Erről kérdeztük dr. Barna Györgyit, házi orvost. A szamár köhögés egy bakteriális fertőzés, mely hurutós tünetekkel, lázzal is elnyújtott görcsös köhögéssel jár. Minden életkorban jelentkezhet ez a fertőzés, nem kizárólag gyerekeknél vagy piciknél. Nálunk nagyon könnyű a helyzetünk, mivel mi oltjuk a szamárt, tehát mi ezt az oltóanyagot már 2 hónaposan elkezdjük adni. Tehát a csecsemőket 2-3-4 hónapos korban alapimmunizáljuk, és akkor utána még erre rájön az iskolai oltás keretében a 6-osok oltása, amikor megismételjük ezt az oltást, tehát viszonylag jó immunitást tudunk elérni a gyerekeknél.
ami néhány évig tart, tehát az azt jelenti, hogy már felnőtt korban nem. Magyarországon a legtöbb eset szorványosan fordul elő, országos járványról nem lehet beszélni. Hogyha mondjuk akár idősebb vagy immunhiányos betegről van szó, vagy ne adj Isten daganatos beteg, tehát a felnőtteknél ezek a csoportok, akik fokozottan veszélyeztetettek. Tehát itt azért nincs garancia arra, hogy akár rossz vége is lehet a dolognak, de alapjában véve, ha bárki elkapja, aki nem nincs oltva, az valószínűleg, mivel ugye ez egy bakteriális betegség, tehát antibiotikumot adunk, és tüneti szereket, akkor nagyon valószínű, hogy meggyógyul szépen. Az esetszámok inkább külföldön magasabbak. A nyári időszakban sokan utaznak, ők nagyobb eséllyel kaphatnak el különböző betegségeket. Én megmondom őszintén, mi nem láttunk, mi nem találkoztunk még vele, de mondom, hát a mi populációnk azért az oltva van. És most én úgy látom, hogy egy picikét fel is kapták ezt a témát a médiában. Úgy nagyon sokat utaznak most az emberek. Nyár van, szabadság van, mindenki utazik, nyaral, tehát nagyon nagy az esélye annak, hogy különböző betegségeket összeszednek. És messze utaznak, tehát nem csak Magyarországon, külföldi utak, úgyhogy az esélye megvan. A szamárkőgés gyanús esetek száma hazánkban az elmúlt időszakban tovább emelkedett, a hétvégén újabb 10 000 védőoltás érkezett Magyarországra. Összesen már 226 szamárkőgés gyanús megbetegedésről érkezett bejelentés, a laboratóriumi vizsgálatok 90 esetben erősítették meg a betegséget. A csecsemők védelmében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ továbbra is ajánlja a védőoltás beadását a harmadik negyedévben lévő várandós édesanyáknak, valamint a közeli családtagok újraoltását is. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. A Művelődési Központ nagyon sok munkát fektet a fiatalok szellemi, lelki egészségének ápolására, megőrzésére. Erről táborai során is megbizonyosodhatunk, idén is remek programokkal várták a gyerekeket. A gyerekek örömmel mesélték el a héten szerzett élményeiket. Utazás volt a legtöbb. Voltunk, mondjuk például tegnap voltunk babaházban, kisdereg lakon, azt hiszem. Voltunk műhelyben, volt külön foglalkozás a lányoknak és a fiúknak, mondjuk sapkát festettünk, amilyenre csak szeretted volna, festékkel, ilyen fújós festékkel is. Mindenhova busszal mentünk. És hát van olyan is, amikor szünetek vannak itt bent, lehet játszani, ott a hátul van egy ilyen babzsákos rész, ott is lehet, hát ritkán, de lehet telefonozni. Hát igazából van reggeli, meg ebéd, meg minden. Most jelenleg kenyeret csinálunk, most kell.
Lesz majd lecsófőzés is, ilyen főzőverseny, ez a nap ilyen főzős nap. 2-kor fogunk... akkor lesz a zsűrizés, bocsánat, és utána lehet majd hazamenni, ez a legrövidebb nap, azt hiszem. Kézilabdát lehetett kipróbálni szerdán, és teniszezni lehetett. És mi az, ami a legjobban tetszett neked a héten? Hát, szerintem nekem a teniszezés. Az volt a legjobb, meg szerintem én nagyon szeretek főzni, úgyhogy ez a kenyér és lecsófőzés lesz a legjobb még. Föglány Máté Lilla is elmondta, hogy neki mi tetszett a legjobban a héten. Nekem a biciklizés, amikor biciklivel mentünk például a sportcsarnokba, meg a Mösre, meg amikor készítettünk sapkát, festettük, meg rajzoltunk. Most sokszor voltunk más helyeken, például Szekszárdon, meg Gereslakon, meg bicikliztünk Tolnán ki Mözsre, meg a sportcsarnokba. Például kenyeret sütöttünk, sapkát festettünk, meg csináltunk mindenféle sütit, például Rafael logolyó, meg Zserbó golyó. Aztán majd ebédre készítünk lecsót. Aztán... Tudod, hogy hogy készül a lecsó? Ezt kell hozzá paprika, paradicsom, valamikor tesznek rá tojást, kell hozzá hagyma, nyilván fűszerek, szóval nagyjából annyi. Nagyon jó a csapat, már összeszokott így a hétvégére, és nagyon sok ismerősen, ilyen 22-21-en vagyunk, de tényleg mindenki jól van egymással. Igen, én minden évben jövök, amióta lehetett jönni, minden évben jövünk. Voltam az alsósban, most meg már a felső tagozatosban, minden évben jövök. A táborokat hagyományokhoz híven minden évben megtartják. Józsa Jácint szervező elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy széles körűen fejleszik a gyerekeket, ezért többféle típusú programmal készülnek minden évben. Fókuszba helyezik a közösségi élményt, ez a tábor egyik alapja. Szellemi képzésüket játékos feladatokon keresztül és kulturális programok által valósítják meg. Idén sok érdekes helyszínt is meglátogattak a városon kívül. Fontosnak tartják a testnevelést is, ezért mindig akad valamilyen mozgásos program a táborban. Ez most a felső tagozatosoknak a tábora, ami éppen jelenleg zajlik. Ez a harmadik táborunk. Ennek a tematikája egy kicsit különbözik, mint az alsó táboroknak a témája. Próbáltunk változatos programot összeállítani a gyerekeknek, hogy legyen benne kézművesség, játék, sport, tanulás, ismeretterjesztés. Ezt már a hétfői napon is próbáltuk gyakorolni, akkor különböző szakmákat ismerhettek meg, a cukrászatot például Fazekasné botanikó segítségével festettek, kicsit kézműveskedjenek is, illetve kedden kipróbálták a sportokat. A két tolnai egyesület segített ebben, a Tolnai Kézilabdaklub, illetve a Vitál Szövetségnek a teniszszakosztálya. Velük a teniszt próbálhatták ki, utána ismét kézműveskedés következett. Szerdán Szekszárdra látogattunk, ott a Petrics Mézes Kalácsos üzembe mentünk el, és ott megnézhették, hogy hogyan készültek régen a gyertyák, illetve a mézes kalácsok. Utána pedig a tudásközpontba látogattunk el. Nagy szerencsékre mi voltunk szinte az elsők, akik láthatták a tudásközpontot. Megnézhették, hogy hogyan működik egy könyvtár, illetve a gyerekkönyvtárt is már kipróbálhatták, meg látták az átköltözést is. A csütörtöki napon Gereslakra látogattunk el, ez egy tradicionális sváb falu, és ott pedig a német kultúrát, a sváb kultúrát ismerhették meg kiállításokon keresztül, illetve egy tradicionális sváb ételt, gőzgombócot készítettek, amit nagy kedvel fogyasztottak el ebéd gyanánt. A mai nap ez egy kicsit szabadabb foglalkozásban telik, a péntek az mindig egy ilyen kicsit szabadabb program. Most kenyeret kelesztettünk, hamarosan kerül a kenyér a kemencébe, utána pedig főzőverseny lesz, aminek a keretében lecsót fognak készíteni.
Nagyon népszerű a tábor, én úgy veszem észre, évről évre vannak, akik visszajárnak. Például a Lilla, aki az előbb beszélt, ő neki ez már a 8. tábora, őt szinte láttuk felnőni. Nagyon örülünk, hogy mindig visszajönnek évről évre. És most jelenleg 22-en vagyunk, ami szerintem egy nagyon jó szám, mert az előző években a felsős tábor nem érte el a 20 főt, de most ezt meg is haladtuk. A pénteki főzős eseményen pedig segítséget is kaptak a gyerekek. A vándorló szépkorúak baráti körének a tagjai fognak segíteni lecsót főzni, ez már évről évre megszokott, hogy ők segítkeznek a főzőverseny során. A vándorló szépkorúak baráti köre egy nagyon aktív, tevékeny csoport. Mindig kiveszik a részüket a település eseményein, segítő szándékuk ismert már a környéken. Fókuszba helyezik a gyerekekkel való törődést is, hiszen a jövőt majd a fiatalok alakítják. Többször csatlakoztak már a táborhoz, idén a lecsó főzésben segítettek. Vezetőjük, Zsinka János elmondta, nagyon fontos, hogy sok ehhez hasonló élményük legyen a gyerekeknek, mert rengeteget tanulnak belőle, pozitív példákat látnak, és a diákok hasznosan töltik el a szabadidejüket. A mai program itt a Kulturális Központ szervezésébe minden éve szerveznek a gyerekeknek ilyen magtábort, és évek óta már mindig jövünk ide, felkérik a vándorló szépkorú baráti köréből 3-4 főt, akik eljönnek segíteni a gyerekeknek főzni. Mi csak szaktanácsa látjuk el a gyerekeket, és az idei évben megint meghívtak bennünket, örömmel jöttünk, és most lecsót készítünk. Egyik évben lecsót készítünk, másik évben paprikás krumplit készítünk, de már hallom itt az információkat, lehet, hogy jövőre belevezünk egy halfőzésbe itt a gyerekeket, meginvitáljuk. A gyerekeknek én azt gondolom, hogy azért jó, hogy ismerkednek a konyhával, ismerkednek a gasztronómiával, és tapasztalatot kérnek tőlünk, felnőttektől, hogy a hagymát hogy kell pucolni, a paprikát hogy kell összevágni, a lecsót hogy kell készíteni, és egy jó ilyen vidám társaságban jó itt együtt lenni, és ez a gyerekeknek ez nagyon-nagyon fontos, az ilyen csoportos együttlét, nem csak azt a, hadd ne mondjam, milyen telefont állandóan még a tabletet nyomni, egymással most tudnak kommunikálni a felnőtt emberekkel, tanácsot tudnak tőlük kérni, és én azt gondolom, az ilyen rendezvényre nagyon-nagyon szükség van. A lányok egy sima lecsót, egy kis tojás hozzáadásával, paprika, hagyma, paradicsom és egy kis tojás hozzáadásával. De vannak itt a másik társak, akik itt csinálják a lecsót, azok hallom, hogy tarhonyát tesznek bele, meg egy már dolgokat. Általában mink olyan hagyományos paraszt lecsót szoktunk csinálni, hogyha a vándorló szépkoraknak van a lecsó fesztiválja, teszünk bele füstölt kolbát, füstölt szalonnát, most reggel otthon maradt. De majd legközelebb. A gyerekek itt reggel gyújták azért, hogy bedagasztották a kenyát, és kisütötték, és most azt fogjuk a lecsóhoz hozzá enni. Ha épp nem volt szervezett programjuk a gyerekeknek, a művelődési központ épületében csocsó, biliárd, valamint rengeteg könyv is várta őket. A tábor minden évben remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt nekik, valamint azoknak is újat tud mutatni, akik állandó visszatérők. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!